oda nézi, ő az. Az a magas. Nem ő, a másik, azzal a címkés bőgöttel. Az. Vigyázz, állj el, én észre ne vegyem. És milyen? Látom. Mi érdekli? Rajong Fred Asterét és Ginger Rogersért. Fele tudja, mit szeretnék. Dufour! Dufour! Á! Szevasz, hogyhogy nem hallod meg, ha egy vén cimborát kiabál? Hogy vagy, Gastone? Kösz jól, Milanóban mindig? Hát persze. Na, indulj, Zsozi. Pardon, Barbara. És vigyázz, ne tévedsz szemedet. Az ilyen pasikat akarattal se lehet elveszteni. Csak. Nekem ide szól a jegyem, szevasz. Ez nem nekem való, nem dohányzó. Különben is együtt utazom Benedettivel. Találkozhatunk az étkezőkocsiban. Helyes. Elnézést, kedves uram, nem segít? Oh, dehogy, rögtön egy pillanat. Látszik magán egy igazi gentleman. Uh-huh. Nem úgy, mint mások, akik cserében megfogtassák az embert. Ó, oh, kisasszony, mondja, melyik a fülkéje? Ez az a 82-es is. Uh-huh. Tessék, pont a kerekek fölött ül majd. A maga helye nem itt van? Nem, ott messze. Nagyon messze innen. Gyere gyorsan. Foglalt a fű? Ó, dehogy. Sőt, szabad, teljesen szabad. Vagyis a többi hely szabad. Egy pillanat. Már is összeszedem ezeket. Bocsásson meg. Tudja, szeret az ember kényelmesen utazni. Pardon. Megengedi. Ó, milyen aranyos kis kutya. Milyen fajta? Yorkshire-i. Akkor angolul kell beszélni vele. Angolul is ért. Aha. Tessék, foglalj helyet. Zavarja a dohányzás? Dehogy, szó sincs róla. De ez a fülke... Megkínálhatom? Igen, köszönöm. Pardon. Látszik magán, hogy sokat utazik. Aha, ez jó. Nagyon jó. Látszik rajtam? Igen. Folyton csak repül az ember. Viszont rövid útra szerintem jobb a vonal. Igen, szerintem is. Kedveli Szingapurt? Hogy? Szingapurt. Á, igen, rettetően. A sok kis kínai, meg a sok kis... Maláj. Az, a sok kis maláj. Ahogy nyűzsök mindenfelé, gyakran jár oda. Csak kétszer voltam ott. Hát az bizony nem valami sok. Nézd, bár az üzleti ügyeim erősen Párizshoz kötnek. Daddy, hagyd békén az urat. Ne szóljon rá. Nem zavar, sőt, direkt jól esik nekem. Na, Daddy, játszunk egy kicsit. Jaj, Daddy, mit műveltél? No, semmi az egész, de ahhoz képest, hogy ilyen pici, elég nagyok a... Remélem, nem fáj az ujjad. De. Mutassak ide. Ó, nem komoly. Egyébként nézze csak. Összebarátkoztunk. Szeretem azokat, akik szeretik az állatokat. Ó, én például imádom az állatokat, a kutyákat, a macskákat, a gatyákat, a tyúkokat, mindent. Messzire utazik? Milánóba. És maga? Én még nem tudom hová. Velencéig váltottam jegyet, aztán talán hajóra szállok az égei tengeren. Vagy meg sem állok egészen Isztambulig. Ilyenkor nem nyüzsög ott olyan sok turista. Úgy van, ilyenkor nem turista, hanem török paradicsom. Mivel foglalkozik? Gyáros talán? Nem. Én pénzügyekkel foglalkozom. Bankár?
Úgy van, az bankár. Tudja, a bankom a családom tulajdonában van már, ó, 5 nemzedék óta. A bankárok az egész világ urai. Ó, és a maga foglalkozása? Manöken. Á, a francia divat nagykövete. Így is lehet mondani. Nem haragudna, ha egyedül hagynám Daddyvel néhány percre? Tudja, szeretném rendbe hozni magamat egy kicsit. Persze, csak tessék. Aztán pedig mesél majd a bankjáról. Légy jó, Daddy. Menjen jó kis csak. Kutya. Mi már öreg cimborák vagyunk Daddyvel. Igaz, Daddy? A bankom, mi a fenét mesélek neki róla? Segíts inkább, és nem éreges ilyen képmutatóan, te pamacs. Csuda, vigyel, nem is van könnyű adni a bankot. Menj, beraktalak, körni vizemet. Micsoda helyzet? Végre nem valami apácával utazom együtt, de mit meséljek neki? Te például mit mondanál ilyenkor, ha? No, persze, te angolul beszélnél hozzá. Az megkönnyíteni a dolgot. A férfi vonzerő kulcsa. A férfi éreztesse fölényét. Legyen közönyös, és egy kicsit durva. Durva. Remélem, még mindig jóban van, Daddyvel. Meg vagyunk, igen. Mi baja van? Neki semmi. De engem nem is ült. A présen kitisztított öltönyömet. Szörnyen sajnálom. Köszönöm, de a sajnálkozásról nem jön rendbe a dolog. Ó, ezt Antonella látná. Ki? Tessék, a fehér neműsöm. A fehér nemű szállítom. Kisfiúkorom óta ismer, úgyhogy na de ezzel. Ki kell mennem. A meleg víz talán kiveszi. Boldogan segítek magának. Hova gondol? Vagy tűvé tettem utánad minden Benedetti fönntart 3 helyet az ebédhez, de csipkedd magad! Nem, öregem, kedves vagy, nem mehetek, a második turnusban eszem. Te, csak nem vagy rossz. Dehogy, sőt. Vajon, képzeld el. Bocsánat, öregem. Kicsoda! De! Ezt nem hittem volna. Igyeszik az ember. Ez igen, úr. És te már, milyen a lány? Ó, nemes koktél Elizabeth Taylorból és Marilyn Monroeból. Akkor menj csak. Te ugye nekünk is bemutatod a fekete után. Hé, te nagy kófé!